Sziasztok, köszöntök mindenkit, én Damina Dájd vagyok, és boldog új élet kívánok mindenkinek. Véget ért 2019, és ezzel együtt decemberi hónap is, úgyhogy következzen a szokásos havi beszerzések videó, vagyis megmutatok minden olyan Blu-ray-t, amivel az elmúlt egy hónapban bővült a gyűjteményem. Tartsatok velem! Kettő darab 88 Films Blu-ray-el kezdeném a sort. Legelőször is a Christmas Evil, ami a Slasher gyűjteménynek a 42-es sorszámú darabja. A film 1980-as. Kartontokkal, kétféle borítóval, egy Blu-ray lemez, illetve van benne egy booklet. A másik az pedig a Bloodsucking Freaks, ami egy Blu-ray lemez, kétféle borítóval. Erről a két kiadásról csináltam kicsomagolós videót, amit megtaláltok a csatornámon, abban bővebben is megmutatom mindkét kiadványt, illetve beszélek a filmekről. Úgyhogy ha nem láttátok és kíváncsiak vagytok ezekre a kiadásokra, akkor meg tudjátok nézni ezt a videót. Aztán a következő, a Zavitól rendeltem elő a Hammer Volume 4 Faces of Fear nevezetű kiadást, ami a Powerhouse Filmsnek az Indicator szériájában jelent meg, és ez a 89, 90, 91 és 92-es sorszámú Blu-ray-t tartalmazza. És ez a, ugye a negyedik kötet a Hammer szériájukban, kiadvány sorozatukban. Nekem az első az megvan, azt most vettem meg pár hónapja, a második és a harmadik az nincs meg, de azokat valószínűleg nem is fogom megvenni, mert azokban inkább thrillerek vannak, meg háborús filmek, meg ilyesmi, és az első meg a negyedik az, ami horror, úgyhogy inkább ugye ezek azok, amik érdekelnek. Úgyhogy mégre megjelent a negyedik kötet, és előrendeltem, megérkezett. Van rajta egy külső kis karton, amin rajta vannak a filmeknek a címei, amik benne vannak ugye a dobozba, a filmeknek a posztere, illetve számozott, 6000 darabra van limitálva ez a kiadás, az enyém az a 2809-es. És akkor, ahogy az első doboz is, meg hát gondolom, hogy a második, meg a harmadik is kinéz, ugyanúgy csinálták meg ezt a negyediket, nagyon masszív, jó minőségű kartondoboz. Úgyhogy tényleg igényesen meg van csinálva, és akkor nézzük a négy filmet, ami benne van a dobozban. Legelőször is a The Revenge of Frankenstein, ami 1958-as film, és ez a Hammernek a Frankenstein szériájának a második darabja. Ezt a filmet láttam régebben is, egyetlen egyszer, egy Blu-ray lemez van benne, illetve egy booklet. A booklet ez egy jó 40 oldal körül van, 30-valány oldal, és mindenféle képek, meg leírások, szövegek, információk vannak benne a filmmel, meg a kiadással kapcsolatban. Vannak benne régebbi interjú részletek, meg kritikák, meg ilyesmiket szoktak beletenni ezekbe a bukletekbe. És akkor kétféle borítója van a kiadásnak, ugye ez a külső, ez pedig a belső. Ebből a díszdobozból egyelőre ez az egyetlen film, amit nem néztem meg, de mint mondtam, ugye már láttam régebben ezt a filmet. És ez ugye a másik darabja a Hammer szériának, a Hammer Frankenstein szériájának, és egyetlen egy Frankenstein film van csak, amit nem láttam ebből a szériából. Szám szerint azt most így nem tudom, hogy melyik, de ezt láttam, és ez egy egész jó film volt, és úgy tudom, hogy ha jól emlékszem, akkor ez az egyetlen Frankenstein film ebben a szériában, ami közvetlen folytatása az azt meg előző résznek. Az összes többi az inkább olyan smi, hogy önállóan állják meg a helyüket. És szokásos Hammer gótikus horror film. Nekem tetszett ez annak idején, szerintem egész kasz volt. És ugye extraként ugye eléggé meg van pakolva egyébként ez a kiadás. Vannak rajta audio kommentárok, kisfilmek, interjúk, képgaléria, trailer, és ugye a filmet a eredeti angol hanggal lehet megnézni, illetve van hozzá angol felirat is. És hát az extrák azért elég hosszúak, tehát itt írja, hogy
a kisfilmek 27 perc, 13 perc, 22 perc, 8 perc, kimaradt jelenetek 12 perc, meg még egyebek, úgyhogy tényleg elég sok minden van rajta. Aztán a következő az a The Two Faces of Dr. Jekyll. Egy Blu-ray lemez, a film az 1960-as, booklet, ami a szokásos indikátor minőséget képviseli, de ez is ugyanúgy mindenféle információval, meg képekkel, szövegekkel, és akkor kétféle borítóval, a külső és a belső. Hát ahogy ugye a címből sejteni lehet, ez egy Dr. Jekyll, Mr. Hyde történet, ugye azt a sztorit dolgozza fel, és ezt a filmet most láttam először, és ebből a dobozból ez a film tetszett a legkevésbé, de ez is tetszett. Nem tudtam egyébként semmit erről a filmről azon túl, hogy Dr. Jekyll, Mr. Hyde történet, és éppen ezért meglepődtem, amikor kiderült, hogy Dr. Jekyll, amikor beveszi a szérumot, akkor úgy nem egy szörnyeteggé változik át, szimplán csak megváltozik az arca, tehát pont, hogy a fordítottja az egész. Tehát Dr. Jekyll az, aki kicsit ilyen már-már állatiasan néz ki, mert ez a torzomborz, nagyon szőrös, ilyen nagy szakálla van, meg ilyen visszafogottabb természet, meg minden, és aztán mikor átalakul, akkor eltűnik a szőrzet az arcáról, elkezd vigyorogni, meg ha sokat beszél, meg sokkal élet teltelibb, meg minden, tehát elég érdekes a koncepció, hogy nem szörnyeteggé változik. Lényegében olyan, mintha egy tudathasadásos személye két fele lenne, és teljesen máshogy viselkedik ugye Jekyll, mint Hyde. És igazából nem volt rossz film, meg lehetett nézni, benne van Christopher Lee többek között, de mint mondtam, ugye ezt tetszett a legkevésbé ebből a négyből, és extrák itt is kisfilmek, interjúk, tréler, képgalériák, meg ilyesmi. Aztán a következő az a Taste of Fear. Egy Blu-ray lemez, 1961-es a film, és ez fekete-fehér. Booklet. Ezek a bukletek mind 30 oldal felett vannak, közel 40 oldalasak. Sok kétféle borító. A belsőn a másik cím látható, a Scream of Fear. Amerikában Scream of Fear címmel jelent meg annak idején ez a film. Ezt a filmet is most láttam először, és a dobozban ezt tetszett a legjobban. Ez arról szól, hogy egy kerekes székbe kényszerült lány megérkezik a szülei házába látogatóba, csak hogy az apja hívására, csak hogy az apját nem találja ott, csak a mostoha anyját, és a mostoha anyja eléggé furcsán viselkedik, meg még a házban más személyek is. Christopher Lee ebbe is benne van, és egy doktort játszik, aki meglepően sokat tartózkodik itt ebben a házban, és egyre furcsább dolgok történnek, és a lány elkezdi látni az apjának a holttestét mindenfelé a házban. Úgyhogy nagyon rejtélyes és izgalmas a történet, nagyon szépen fel van építve, és aztán kapunk egy rakás klassz csavart a filmnek a végén. Nekem nagyon tetszett ez a film. És akkor vannak audio kommentárok, kisfilmek, interjúk, képgaléria, trailer, meg ilyenek, és rengeteg dolog. Van itt olyan dokumentumfilm, ami 117 perces, akkor van egy másik interjú, ami 68 perces, és akkor még azon túl van több másik kisfilm, 12 perc, 23 perc, stb. Úgyhogy rengeteg extra van rajta. Úgyhogy tényleg ez is egy nagyon szépen megpakolt lemez, és nagyon jó volt a film. Aztán a következő az a The Damned, ami 62-es, ez kettő Blu-ray lemez, booklet. És ugye itt is kétféle borító van. Egyszerűbb, ha kiveszem.
És a másik oldalon itt is egy alternatív cím olvasható, a These Are The Damned. Ezt a filmet is most láttam először, és ez is tetszett. Egész klassz volt. Azt hiszem, hogy valahol talán Angliában játszódik a film, ahova megérkezik egy amerikai férfi, és megismerkedik egy lányjal, csak hogy aztán az utcán egy ilyen utcai banda, motoros banda féleség megtámadja őt, kirabolják, és onnantól kezdve egyre furcsabb dolgok történnek. A férfi beleszeret ebbe a nőbe, akivel összetalálkozott a filmnek az elején, és aztán menekülni kell a banda elől, és aztán hirtelen kapunk egy váltást a filmnek a közepén. Egészen idáig egyfajta romantikus thriller-szerűség, és aztán hirtelen átváltunk science fiction horrorba tulajdonképpen, és érdekes a filmnek a csavara a film a közepén, a történetnek a közepén, és aztán a befejezés is egészen hatásos lett. Úgyhogy ja, ez egy egész klassz film volt szintén, és Oliver Reed az egyik főszereplő. A film az fekete-fehér, és extraként van rajta audiokommentár, kisfilmek, interjúk, dokumentumfilmek, képgaléria, meg egy csomó minden, és azért két lemezes a kiadás, mert a filmnek kétféle verzióját lehet megtekinteni. Az egyik az a eredeti változat, azon az első lemezen, ami 96 perces, és aztán a második lemezen van az amerikai változat, azt hiszem, ami 87 perces, tehát jóval rövidebb, de hát ugye a hosszabb verzió az, ami a jobbik verzió. Úgyhogy ez volna a Hammer negyedik kötet. Ezúttal is egy nagyon szép díszdobozt hozott össze a Powerhouse Films nagyon klassz filmekkel. És azóta már bejelentették, hogy lesz ötödik kötet is. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy milyen filmek kerülnek abba bele. No, és akkor haladok tovább. A következő az a Mask Maker című film. Angol kiadás, egy Blu-ray lemez. Ezt a Blu-ray-t ezt ajándékba kaptam, amit ezúttal is köszönök szépen. A filmet most láttam először, a kiadványon csak a film van rajta, eredeti angol nyelven, felirat nincs hozzá, extrák sincsenek, és maga a film az 2011-es, és ez egy slasher, amiben szerepel egy-két ismertebb horror színész, mint például Michael Berryman, akit láthattunk többek között a Hills Have Eyes-ban az eredeti sziklák szemében, illetve benne van még Treat Williams is. És ez a film nagyon igazából a texasi láncvészes mészárlásra, meg a Péntek 13-ra hajaz. Tehát maga a fő karakter is az valamilyen szinten Jasonnek és bőrpofának a keveréke. Mert olyan ő, mint a zombi Jason, mert feltámad a filmnek az elején, viszont maszkokat készít, tehát ugye magára húzza az áldozatainak az arcát, és akkor ugye emiatt bőrpofa. És van még egy-két dolog a filmben, ami miatt eszünkbe jutott ez a két horrorfilm, vagy ez a két horrorszéria. Nem a legjobb slasher, van egy-két jobb pillanat, főleg a vége felé, meg egy-két úgy érdekesebb gyilkosság. Úgyhogy összességében inkább ilyen alsóbb, közepes szintnek mondanám. Aztán a következő, az a The Nest. Ami egy amerikai Blu-ray plusz DVD kiadás, és ez A-régiós, tehát régiófüggetlen lemezre van szükség, azaz, hogy lejátszóra van szükség a lemezek megtekintéséhez. És extraként egy audio kommentár van rajta, semmi több. A film 1988-as, és ez egy mutáns, csótányos horrorfilm, ami egy szigeten játszódik, ahol a helyi sheriff rájön, hogy fura eltűnések, meg halálesetek történnek, elkezd nyomozni, és aztán persze elszabadul a pokol a szigeten, miután a gyilkos csótányok megtámadják a kisvárost, ami a szigeten található, és akkor persze kiderül, hogy mitől mutálódtak ezek a csótányok, és akkor lesznek benne mutáns, nagy darab csótányok is. Van benne néhány egész klassz effekt, meg gore effektek, meg véres jelenetek, úgyhogy szépen megcsinálták az effekteket.
És hát egy klassz kis brutális Joe Tyner horrorfilm igazából, úgyhogy ez is klassz darab. És aztán december elején érkezett meg a novemberi Horror Pack csomag, úgyhogy most végigmegyek azon a négy Blu-ray-en, azon a négy filmen, ami a decemberi, azaz, hogy hát ugye a novemberi dobozban volt benne. A decemberi az még nem érkezett meg, úgyhogy azt majd valószínűleg a januári videóban fogom megmutatni. És akkor nézzük, hogy mi volt a novemberi dobozban. Mert akkor az első film az az Echoes of Fear, ami 2018-as. Egy Blu-ray lemez, régió független amerikai kiadás, és a novemberi csomagban ez volt a limitált kiadás, a Horror Pack Limited Edition, és ez a 41-es sorszámú. És ez egy kísértett film, egy lányról szól, akinek meghal a nagyapja, és aztán elutazik a nagyapjának a házába, amit megörökölt, és el akarja adni, de ott tölt egy pár hetet, hogy rendbe szedje, összepakolja a nagyapjának a cuccait, és aztán ugye, hogy eladhassa a házat. Csak hogy egy kísértett van a házban, és aztán a lány egyre furcsább dolgot kezd tapasztalni, meg felfedez egy szörnyű titkot a házzal kapcsolatban. A filmnek vannak eléggé hatásos pillanatai, a sztori szerintem egész szépen fel van építve, és aztán kapunk egy igazából egy egész jó pofa csavart a végére. Úgyhogy tetszett ez a film. Néhol érződik rajta az, hogy ilyen kisebb költségvetésű indie horrorfilmről van szó, hogy, tehát, hogy nem a legtehetségesebb emberek hozták össze, de igazából nagyrészt normálisan meg van csinálva, a színészek se túl rosszak, vagy ilyesmi, úgyhogy igazából egész jó volt ez a film. És hát extrákat nem éri a hátulján, és igazából nem emlékszem, hogy volt rajta bármi extra. Aztán a következő az az Exorcist 2 The Heretic, vagyis az ördögűző második része az Eretnek alcímmel. Egy lemezes amerikai régió független kiadás. És a novemberi dobozba ez az egyetlen film, amit még nem néztem meg, viszont láttam már korábban ezt a filmet. És az Exorcist, az ördögűző, az egy olyan horror széria, ami nekem fel van írva a kívánság listámra, tehát meg akarom venni az összes részt. Viszont egyelőre még egyik se volt meg, de most már megvan a második. Viszont addig nem fogom megnézni, amíg nem lesz meg minimum az első rész. Ugye mégiscsak sorba akarok haladni, még úgy is, hogy azért ugye láttam már mindegyik filmet korábban. De hát majd szép sorjában megveszem őket Blu-ray-en. Szóval az a második rész extraként csak egy alternatív jelenet van rajta, semmi más. Egyébként Amerikában létezik már egy ennél sokkal jobb változata is ennek a filmnek. Jobb képminőséggel és sokkal több extra van, a Scream Factory adott ki. Úgyhogy még az is előfordulhat, hogy beszerzem azt a Blu-ray-t is. Aztán a következő az a Shark Lake, vagyis Cápató a magyar címe. Amerikai egylemezes arigiós kiadás. Extrák, ha jól tudom, akkor nincsenek rajta. Ebben a filmben Dolph Lundgren a főszereplő, 2015-ös, és arról szól, hogy van egy tó, amibe belekerül egy cápa, ami aztán elkezdi zaválni az embereket, és aztán a helyi rendőrök elkezdenek nyomozni, rájönnek, hogy ott van a cápa, és aztán persze el akarják kapni, ma akarják ölni. Csak hogy közben történik még egy-két dolog. Eléggé rossznak mondanám ezt a filmet, tehát ez a gagyi cápás horrorfilmek közé sorolható be. A CGI nagyon ronda, a cápát elég keveset mutatják, a haláleset igazából nincs benne olyan hű, de sok, és elég nagy része a filmnek éjszaka játszódik, tehát akkor még kevesebbet lehet látni mind abból, ami történik. Egyáltalán nem mondanám nagy számnak, Dolph Lundgren még valamilyen szinten háttérbe is szorul, pedig ő a főszereplő. Meg lehetett nézni, de vannak azért ennél a gagyi cápás horrorfilmek között ennél sokkal szórakoztatóbb cápás filmek is. Aztán a végezetül a negyedik film, ami benne volt a novemberi Horror Pack csomagba, az a jól emlékszem, akkor Talének ejtették a filmbe, de ez egy norvég horrorfilm. Blu-ray plusz DVD és régió független. És hát ugye norvég nyelven lehet megnézni, és angol felirattal. És ezt a filmet most láttam először, és
egész klassz volt. Egy fantasy horror, ami egy norvég legendán alapszik, azt hiszem, és egy olyan nőről szól, aki hát azt hiszem talán nem derült ki pontosan a filmből, de ő egyfajta lény akar lenni, akinek egy hosszú farka van, ahogy az ugye itt a képen is látni. És ez a nő, ez bent van a víz alatt egy fürdőkádban, és egy házban, annak a pincében elrejtve, és aztán két férfi, aki épp kitakarítja azt az épületet, mert gyilkosság történt, és épp eltakarítják a nyomait a halálesetnek, ők rátalálnak erre a titkos szobára, ahol megtalálják ezt a nőt, és aztán onnantól kezdve felgyorsulnak az események, és megint egyre furcsább dolgok történnek, ugye, ahogy az lenni szokott. És igazából egész jó volt, picit lassú lefolyású a film, de normálisan meg volt csinálva, érdekes a sztori, meg ez az egész mitológia, amiről szól a film. Úgyhogy meg lehetett nézni, és úgy tudom, hogy ennek készül majd egy folytatása is. Nos, ennyi volna minden, amivel 2019 decemberében bővült a Blu-ray gyűjteményem. Úgyhogy ennyi volna, hogyha tetszett ez a videó, akkor kattintsatok a tetszikre, iratkozzatok fel a csatornámra, továbbá követhettek Facebookon, Twitteren és Instagramon. Hogyha szeretnétek valamit kérdezni, vagy hogyha megírnátok a véleményeteket, hogyha láttátok ezeket a filmeket és esetleg írnátok róluk, akkor azt a videó alatt hozzászólásban tehetitek meg. Köszönöm, hogy velem tartottatok, sziasztok!